Csácsovics ötvözte a csokoládé és traktorkerék. Nem jó, erre mutatok. Ide kell mutatni. Csácsovics ötvözte a csokoládé. Szevasztok gyerekek, örülve csatornán kiper jelentkezik a következő videó sorozattal, ami nem biztos, hogy sorozat lesz. Én még nem tudom, hogy sorozat lesz, de te már tudod, mert ha ránézel a címre, és van ott benne egy egyes, tehát első rész, akkor sorozat, mivel kitűztem magamnak egy célt, amit el kellene érni, és az nem más, mint egy 1002-es, 2101-es Lada V8-as motor, mert elvileg bekerült az új patch-el egy amerikai muscle car, vagy ha nem is muscle car, de egy amerikai autó, valami csodás. Csoda, amiből a motort megpróbáljuk bele eszkaválni majd egy 1002-es, 2101-es Ladába, és elvisszük az OTR úgy, ami tudom, hogy egy iszonyat nagy képzavar, mert úgy nem lehet a hotelre vinni, de elképül. Ez egy alternatív valóság, és alternatív valóságban V8-as Lada is létezhet. Oké. Okay. Na, csapjuk neki, egyébként most már lehet testre szabni a karakterünket, én már így előzőleg meg is csináltam egy ilyen... ez egy ilyen részbőrű Indian Ninja. Egy részbőrű Indian Ninja vagyunk, és megyünk, veretjük, kiöltöztünk az OT vizsgára szépen feketében, nagyon-nagyon mácsók vagyunk. Úgyhogy veretjük neki, nyomok egy kezdés, aztán beleugrunk. Tényleg nem tudom, hogy mennyi rész alatt tudom ezt elérni, az a lényeg, hogy megpróbálkozunk vele. Többen kértétek, hogy ezt mindenképpen játszom, kinézzük meg ezt a játékot. Mennyire? Egy ilyen fél óra, háromnegyed óra, egy órások lesznek, attól függően mindig. Igazából nem szoktam előre tervezni, meglássuk, ja, egyébként a sötét a kép, akkor én meg sárga leszek. Úgyhogy tényleg ilyen Indian Ninja-k lettünk el most. Várjál, milyen autó? Nem mondod, hogy egy keddi. Egyes keddi? Tudjátok, milyen árban megy ez most? Nem is tudom, szerintem szarrá lerohadt állapotot is ilyen 1 millió, másfél millióba kapott, de a jobb állapotúak ilyen 2-3 millióba vennek, már mint a valóságban. A jó kis egyes Golf Model, várjál, dízelünk van? Vagy mi? Ez egy dízel keddi? Várjál, meg körülnézek gyerekek. Tudom, egy csomó újdonság került a játékba. Jaj, de miért ilyen jó autót kaptam? Van 2 dinamitrudunk, vagy egy nunchaku, nem tudom, magyar hízre, és tudom, hogy kolbász, gyerekek, megismerem a kolbász. Van egy Babetta motorunk. Tudom, hogy ezt lehet használni a Commodore-t, nem ismerem a parancsokat, tudom, hogy egy őskockának minden loot parancsot, meg mindent kéne ismerni, hát a Keeper az nem olyan. Ugye öreg anyánkhoz kellene eljutnunk, vagy hova a túros létesbe, de kijöttünk, akkor már megszűnt a sárgasága. Azért elolvasom a levelet, hogy akkor legyünk teljesen autentikusak, fölvesszük, várjál, hogy kell, igen, és egyes, És ezt most komolyan egy vélhetőleg, hogyha anyánk, akkor minimum egy olyan 35-40 éves nőnek kellene, és így ír. Ne szórakozzál. És miért egy gipszkarton táblára tettem ezt meg? Jó. Hát ez egy gipszkarton tábla. Oké. Veretjük neki, mint a... Vannak vérnyulak? Gyerekek, vagy peacefulba játszunk? Nem is tudom, bazzai, úristen. Mi ez a rendszám? Várj, a keddinek hol van a betöltő nyílása? Mert volt nekem golfocskám, annak teljesen normál helyen volt, már ki kéne járni, nem szeretem, hogy itt vagyunk benne. Mennyire gyorsan múlik az idő? Annyi üzemanyag gondolom van benne, hogy ezért, hogy ki tudok járni, ugye? Remélem nincs, várjál, gézifék, oké. Jó, oké. Várjál, mindjárt, kiárt a websitek ott bele, kézifék, működik, space-et működik. Hogy kell leállítanom? Ível? Ível. Jó, na elég régen játszottam vele, úgyhogy már annyira nem emlékszek. Na hol van a keddinek? Itt van. Komolyan nem tudtam, hallott, hol van a keddinek a üzemanyagbetöltő. Volkswagen, ős Volkswagen-es is nem tudja, ugye? Nézzük. Kell hűtőfolyadék, olaj mennyi van benne? Kell olaj, meg hát kell üzemanyag. Benzines? Várja, vagy dízel? Egyébként a dízel, egy hat dízel, ugye? Egy hat dél, mert nekem izében volt, kettes gólban volt dím, de az izé volt, nem? Az egy hatos volt. Lehet, hogy valószínűleg egy hat dél volt még annó a izé is, ugye? Az egyes golf is még egy hat dével, mert üzemanyag volt benne. Na, ebben mi van ebben? Gázolaj, ebben víz, ezt vigyük akkor, várjál. Hú, gyerekek! Nagyon, egyébként vártam erre, hogy játszak ezzel a játékkal, nagyon szereti a Keeper. Ebben van a víz, ugye? És azt mondtátok, hogy a izét használjam. Nem is tudom most meg melyik gombot, most már megint meg fogtok kövezni.
Várjál, most ezt megittam? Aha. Most ez... Tele van, jó. Ne idd meg, bazzal, nyugodj meg. Oké, okay. Ebben annyi víz van még? 3,4 liter, ezt elvisszük mindenképp. És majdnem azt mondtam, hogy lesparizem majd. Nem lehet sponizni, gondolom. Ez nem baj. Jaj, te rohadt élet. Mind a farmingba tudod, le lehetne sponizni, az lenne jó. Nem baj, az elfér. Egyébként egy kerdi... van fotkerék is. Egy kerdi az nagyon hiányzott ebből a játékból. Esküszöm, nagyon jó ötlet, hogy az... Tudjátok, mi lenne jó? Valami if... Ja, hiszen van ifa. Ne legyél ilyen. Ezért ezt elviszem. De várjál! Ezt elviszem, mert ugye valószínűleg kell lenni fog. Az üzemanyagokat majd hol... Üzemanyagokat, vizeket, ilyeneket mindenképpen hordom majd. Hát ez gyorsan lejöttem. Ebben azt hiszem mi van? Alkohol. Nem volt itt egy olyan hordó, amelyikben dízel van, de hogy is nem, gyerekek. És ezt úgy fogom, lehet, hogy felrakom, elvisszük. Akkor a cél egy ót és lada, oké? Okay? Úgyhogy festékeket és mindenféle szajrét is kellene majd vinni. Ne essél be az el, mit csinálsz? Persze befelé nyílik az ajtó. Mit táncolok itt a lépcsőn? Miért akar ez levenni minden áron ez a lépcsőn? Na. Jó, akkor ide pakolom, amit elviszek, oké? Okay? Ezt viszem. Ebbe mi van? Olaj. Ja, az olajat azt nem ártana mondjuk betölteni. Nem is tudom, mivel kellett. Forog, lépés, forog. Ez csak forgatja. Aha, jobb gomb. Ja, jobb gomb. Oké, ez is tele van. Ja, és a kupakját nem is kell levenni akkor. Oké, neked ez is jöhet. Vigyük a dízelt. Nem fogom belerakni egyelőre. Nem minek. De van, vérnyulak vannak? Vagy peaceful rájtottam? Nem emlékszem rá, basszus. Oké. Nézzük ilyen izéket, ilyen kezelő dolgokat. Ezt például. Melyivel tudom dobni? Aha. És ezeket nem akarom elhasználni. Hanem az lesz. Ez milyen szűrű festékkék? Nem akarom elhasználni. Az nem kell, aranyrúd nem kell, ez nem kell. Tudom egyébként, hogy ezt lehet használni, hogy építek, meg ilyesmi. A slag kellene, az még mindig ott van, ahol volt. Valahol itt lógott régen, nem? Nem lógott itt, és ott is slaga. A slag az kell lehet, akármire is. Okay, ebben mi van? Mit néztünk? Az olaj. Hát lehet, hogy ezt is vigyük. Tudom, hogy árfejtelém, de próbálok hatékony lenni most. A hatékonyság a lényeg, jó? Oké, fölmegyünk a padlásra. Nem tudom, hogy vannak-e vérnyulak, vagy mit állítottam. Itt van még egy lőszer, 200 darab, de azt hiszem, hogy ugye mennyi hány darabom van ebben, ebbe is 200. Jó, ezt meg be kéne tárazni. Hogy olyatlen gyorsan kell. Ja. Hol jár? Mi az, ami kell? Innen. Szivacs, a szivacs az kellene. Szivacs. Ki tudom dobni? Forgass már el, kifér, akkor kifér. Hogy? Szivacs, katona nem kell szerintem. Hogy van bár még egy spritzni? Na, szerintem összeszedtem minden olyat, ugye? Megnézzük még itt a budi környéken. Ha egyedül azt nem állítottam be, hogy kajánom kelljen, érted? A dogi Andit, nem visszük az Andikát, nem visszük el most. Be mi van? Víz, van itt víz. Ez egyébként, ez szerintem nem volt itt ez a víz. Van itt. Mi ez a sok cuccba? Víz, 23 liter. 40 liter víz, hát ennyi elég lesz nekem. Oké. Okay. Látok, mennyi ízeink van, mennyi gázolajunk van? 0,5 liter. Ebben meg az volt, ugye?
Akkor ebbe dobok viszont, mert hogy volt az, hogy jobban? Mondjuk ennyi elég egyelőre, oké? Okay? Egyelőre. Szívje vagy? Na. Oké, okay. A vizet is visszük, úristen, nem lesz egy kicsit sok. Visszük mindent, aztán akkor legalább lesz meg cuccaim. Jó, jobban el kéne rendezni. Ne így el belőle, az mindig megnyomom. Az a baj, annyi fajta játékkal játszik az ember, aztán összekeveri a dolgokat. Ezt a pótkereket egyébként lehet, hogy eldobom. Ez minek nekem, nem? Ez fölösleges pótkereket cipelem. Most ezt hogy veszem ki? Fogolják ki, hogy... Meg ez is, mennyi nene? Úgy, és akkor ezeket el tudom rendezgetni normálisan. Úgy. Ez is jó, így. Ezt meg közé, feküdje te is. Oké, okay, és akkor ezt is tudom vinni, ezt a hordot. Ebben megvan olaj. Ha kell, akkor tudok olajat is vinni. Oké, okay, a spicniket meg ilyeneket még bedobálom. Egyébként ennél jobb nem is lehetett volna, hogy egy kedit fogtam ki. Esküszöm. De, hogy haladát, mert akkor ugye egyből tudtam volna csinálni a haladát. Na, a spricniket meg ezeket. Jaj, de jó. A Volkswagen kedi. Jó sok cucc kell majd neki. Nagyon nagy platója van. AMT-sen volt egy izé, egy keddi. Nem tudom, lehet, hogy valaki volt ott AMT-sen, nem is tudom hányba, 2000-be. Voltunk 2000, ne, 2000 2020-ban voltunk, Szabiva. Na abban például olyan volt, hogy ilyen kockás volt itt a belseje, ilyen sok táblamintás, és az még ráadásul ilyen hosszabbított verzió volt. Direkt megcsináltak, hogy ilyen long lett, és de jól nézett ki. Na, megvan mindenünk? Az mi? Ott a kefe. Jó, és akkor mehetünk is. Szuper, szuper. Hiper, szuper. Megvan minden? A víz. Tele van. Olaj. Tele van. Üzemanyag. Benne van. Tök jó vagyunk. Ennél simább indulást még nem is csináltam szerintem. Gondolkozzunk, más nincsen. Kéményen nincs. Mindig a kémény meg ilyen helyekre raktak a dolgokat. Oké, okay, gyerekek, veretjük. Neki várja, van külső nézet, ugye? Tök jó. Kézifék ki. Szép ez a keddi, komolyan, tök jó. Jó megcsinálják a modelleket. Jó, egy kicsit ugye poligonszám nem olyan nagy, de hát használható. Oké, okay, gyerekek, nézzük. Belső nézet. Rádiót nem kapcsolok. Hiába is kéritek. Egyébként jó túl vagyok terhelve szerintem. A három hordommal. Majd szóljon, megnézzük a vérnyulag van nekem. Megyünk kokosba, oké? Okay? Mennyivel megy ez? Az a izé, az a Golf 1-es műszerfal, dék. De van fordulatszámmérő, a izékben nem volt fordulatszámmérő, nem a dékbe. A fordulatszámmérő nem csak a GTX-ben volt egyébként. De ugye nem, én úgy emlékszem, hogy az 1.6D-be, vagy nem is tudom, 1.6D volt. Nem 1.5D, vagy 1.3. Nem, az 1.3 a benzin volt, ugye? De izé volt bennük, hogy lehet, hogy felszereltség függő volt, de óra, ilyen rendes izé, ilyen mutatós óra volt. Nem izé, jó, kilométer óra meg volt, és fordulatszám mérője mutatós óra volt. Legalábbis én így emlékszem. Mentem egy izével, azt hiszem 1.6D volt. Golfival, nem sajáttal, ismerősömnek volt, 1-es volt. És abban nem izé volt, abban óra volt. Meg hát tudom, hogy keddi, de mondom, van Golf 1-es is, hogyha a keddit megcsinálták, és gondolom abban is ugyanez az óra csoportban, játékban. Na, akkor egy izét kell szereznem. Addig megy, jaj, ne, hallod, húzza a hátulját. Az a hordó. Esküvő, húzza a hátulját. Ez hol kipu... Miért... Várjál. Hogy kell izét? A hőfokmérő az hol van, vagy valami? Hol van a hőfokmérő valami? Nincs.
Már csak azért, mert mintha gyűnne a gőz belőle. Ez a füst, nem a füst. Én föl van forva a motor, de mit ül? Azt nem értem. Szóval van benne víz, van benne olaj. Mitől forr a motor? Túl vagyunk terhelve? Csak nem értem. Éjszaka majd alszok egyet, nem akarok vezetni. Ez gőz, gyerekek. Hát te mi a szarta? És hol van a hőfokmérő? Na mindegy. Pedig nem is hajtom ám. Tök szolidban megyek. Nem pörgetem. Otthon nem megyünk gyerekek. Nem is szarban. Hú, te Isten! Az egyre jobban gőzöl. Vagy mi ez? Kormol? Hallod? Vagy mi? Koromsport? Figyelj a nyula! Előztük a nyulat. Ugye megnézem, nem is tudom mivel lehet aludni. Azt hiszem, hogy tével, ugye? Álljunk meg. Kézifék? Mi? Ennel? Vagy? G-vel? Vagy Z-vel? Z a zoom. Az hadd nézzem meg, hogy hol van a Z. Alvás, alvás, pisi. Fing, cél, alvás, mint V. Jó. Egyébként ez a, jó, ez a menü, ez most így grafikusabb, ez jobb. Eső alba. Ez jó. Kicsit ez a Google fordítós. Ez érdekes. Na nézzük, hogy megint elkezdi zajlani. Megint elkezd majd itt gőzölni. Mert ugye nem füst van, akkor már most is nyomná. Ez ne kell gőzölni. De most ennyire szar ez a motor, vagy mi? Ja, lehet, hogy szar maga a motor, ugye, hogy tudom én. Nem szar. Itt nincs az, hogy mennyi kondíció. És ugye vannak olyan játékok, hogy X kondícióval rendelkezik. És most még már nem. És nem. Érdekes. De nyomorul visszajelzve nincs ezen a műszerfalon. Na szép, szép, ugye? Mondhatni szép. És miért nincs benne karakterünk? Ezt se nagyon értem. Pedig még egy darab épületet nem találtunk. Nem, izé, most csak füstöl, hallod? Tök jó. Mi a szarér volt az, hogy izét? Mitől ment fel a vizög? Ugyanilyen óra volt, csak analóg rendes óra volt. És szerintem az 1-3 olyan benzinesbe, az alapbenzinesbe és a dízel, az alapdízelbe izé volt. Mutatós óra. Mármint ami ugye jelezte az órát, hány óra van. Nem volt fordulatszámmérő, hogy lehetett kérni az ilyen alapkivitelekbe is. Na ugye régen, amikor jött ugye az egyes golf, volt az egyes golf keddi, az nem volt egy nagy szám. Amint ugye oké, nagy szám volt, csak egy platós golf volt. Most az nem volt egy ilyen kuriózum. Ez egy munkás kocsi volt, úgy mint mit tudom én. Csináltak valamiből dobozosat, most ez volt egy platós, semmi extra. Tudom én, volt ugye Skoda Feliciával is volt, azt hiszem, Feliciával volt. Skoda, vagy a favoritból? A platós. Skoda favorit, talán favorit volt. Ja. Vagy a Moszkvicsból volt a dobozos, ugye az meg az is volt. Úgyhogy igen, ezek ilyen 60 járműnek készültek, csak most már annyira kikaptak az egyes golf keddig, nem is olyan iszonyat sok volt belőlük, mint a sima egyes golfból. És tudjátok, miből van a legtöbb egyes golf? Miből maradt meg a legtöbb? Nagyon érdekes, hogy talán még abból maradt meg nagyon sok, és nagyon érdekes, hogy miért. Mert a... Nézd egyből, a Cabrio-ból. És megint forra vizünk, nem bánom, hogy miért. A Cabrio-ból sok van meg mostanában is, mert azt később gyártották, jóval később. Úgy volt, hogy gyártották az egyes golfot,
meg azt hiszem gyártották a Kerbyt, és akkor az egyes Golf Cabriót, azt már valami a 80-as években még gyártották, vagy akkor kezdték el gyártani, úgyhogy azt hiszem még elfedésben a kettes Golf-al is. És azért az egyes Golf Cabriók azok nem annyira régiek, mint az egyes Golfok. És azokból elég sok megmaradt, elég sokat látni az egyes Golf Cabriókból. Hát persze úgy értem, hogy sok jó, nem ugyanannyi gyártottak be vele, mint egy sima izájból, hatchbackből. De megint forra víz, de hogy mi a szartól forra víz? De mondom, már is forralja. Gyerekek, ez annyira inger szegény ez a játék. Nekem ez az egy dolog nem tetszik benne, hogy annyira inger szegény tud lenni. Hogy egy mész ilyen iszonyan, hatalmasak a távolságok. Lehetne egy kicsit felezni, vagy nem, egy, legalább kétharmada ennek a távolságnak, amit találsz egy újat. De érted, nem is tudom neki, tök próbálok a gázzal által így játszani. Ezt mégis úgy zabálja. Üzemanyagot fölveszünk, meg ilyeneket, azt felszórjuk, annyit csinálunk. Hoppá, ott egy ifa. Ott egy zöldifa. Kilopták alóla a kerekeket. Egy zöldifa. Jó, hát a zöldifán az maradott, ez meg pihenjen egy kicsit. Ja, hát pattog a motor, oda nem. Ömlik belőle. A hűtőm egyébként nem a legjobb, ahogy látom. Látod? Ez le van amortizálva. Megkefénél, akkor jó lenne? Nem tudom, hogy volt itt egy kefe. Túrjuk elő valahonnan? Hol van? Miért ugrok ilyen mikroméretűt már? Hol van a kefém? Fogjuk, elhagytuk, kibugolt valahol. Mert minden megvan, csak a kefe nincs, mi? Mindjárt gondoltam. Gondolt te? Gondolt állok. Már ilyen? Nem vagyok. Akkor javítok rajt, ugye? Ez hogy kell, hogy itt berakom a hármasra? Ki kell volna vennem? Nem igen akar jó négy. Pierre, balagérgom plusz egerészék egyenlő bozolt. Nagyon jó. És ez semmivel nem, ez nem akar javulni. Na mindegy, nézzünk körül mi van itt. Ja, meg egy eszi a vizet egyébként, fogy belőle, azt láttam. Van egy darab szar, egy sörös üveg. Kukába tud le valami lenni? Nem nagyon. Ja, erre mondtatok mindig egy opciót, hogy meg van egy hűtő. Ez lehet, hogy nem olyan, ugye? Nem hiszem, hogy pont ugyanolyan. Annyira szerencsém ne legyen. Nem mondod, hogy ez pont nem ugyanolyan. Be tudom rakni ezt? Be tudom rakni? Be, ugye? Na, egy jó hűtő. Hűtőfolyadék kívül, de ebbe van. Jó, hogy fagyállót nem kell beleraknom. Na, ez még egész jó is jött. Van egy vizes hordom elvileg. Vízzel. Víz. Rakok bele még egy kicsit. Van bőven vizem, akkor miért ne, érted? Oké. Ezt már is mindjárt jobban állok, látod? Ja, itt van egy ifa, tudom, ura jó lenne. De van se a projekt. Jó, tök jó vagyunk. Ja, a motor sincs benne. Tényleg úgyis. Platós kivitelű. Semmi extra. Jó, megyünk tovább. Itt más nem volt. Nem, hogy kell beszállni? Na, hát remélem, hogy most már ezzel nem lesz gond. Tök jó. Hát szép az egy... Golfok azok szépek, de egyébként nekem... Tudom, hogy az egyes Golf az igazi kult,
De ugye hát volt is kettes golfom, az egy ilyen bakancs lista volt nálam, hogy egy kettes golf az mindenképp kell, és imádtam is egyébként. Hát annyi problémát itt fel tudok hozni, hogy azért egy ilyen nagyon csúszik, valamit elvettünk, állj! Na jó, lassabban kell venni lefele, bazza, nagyon csúszik. Nagyon csúszik. Visszarakja. Más talán nem hagytunk el. Szerintem nem. Jaj, de milyen jó dízelketyegő hangja van, most hallom, nem tudom mennyire halljátok. És ide is, finoman kell bánni vele, de már megindul. Túl vagyunk terelve, mint az atom, aztán elég durvád be tud indulni. Óvatos be, jó. Kitör a hátulja. Ja, a kettes golf annyi volt vele. Egyébként nagyon-nagyon hasonló felépítésű, ugye. A műszerfal, ugyanígy a rádió, itt vannak ugye egy csomó ilyen kapcsolható ilyen gomb. A tök hasonló belseje, mint ennek. Annyi problémám volt vele, hogy azért már mai autókhoz képest itt nagyon zörög a belseje. Zörög, zirek, zörög benne minden, így a ajtókárpitok. Ugye azért az nem egy drága autó volt, az egy olcsó népautónak készült. Meg... Más nem. Viszont imádtam, főleg ebben a fehér színben. Szerintem fehérben nagyon jól néz ki. Fehérben a dupla körlámpával, meg ugye a nagy első átsó lökössel. Ugye a kis lökös az, amikor csak épp csig van. Ezen kis lökös van például. Nem is tudom, ezeihez nem készül. Na ilyen van a kettes golfon is a kis lökös. De van ugye a nagy, az ilyen olyan, mint egy ilyen nagy spoiler. Lemegy majdnem földig, elől hátul. Na, azzal néz ki jól, azzal baromi jól néz ki, négy körlámpával. Kislökössel nekem nem tetszik. Kislökössel a kettes golf is olyan ilyen, az a csónak eleje van, tudjátok. Ez az ilyen befordul alá. Na ugye akkor csak a vas van, és akkor van egy ilyen csík körbe. De a nagy lökös az egy ilyen összetettebb formájú lökhárító. Átmegyünk ki a speed zone-ba, bazzam már itt mindenféle témát felvetünk, de egyébként tök szeretek így beszélni mindenről. Nem tartom magam egy kiemelkedően nagy videósnak, meg olyan nagyon érdekes videósnak, meg hát persze a számok ezt is mutatják, hogy sokkal sikeresebb videósok vannak nálam. Bár én soha nem vagyok olyan, hogy azért játszok mainstream játékkal, mert tudom, hogy azt néznék, hanem mindig, amivel tök kedvem van, és valamikor tök ellentétesen megyek a csatorna érdekeit, nem nézem egyáltalán. Itt tudom, hogy nem farming szimulátort csinálok egybe főbe, pedig azt tudom, hogy annak tízszer akkora nézettsége van, mint a Seven Days to Die-nek, de hogyha azzal van kedvem játszani, akkor nem tudom magam meghazudtolni. Na de azt akartam mondani, de néha egy-két videós nézek, srácok, hogy ilyen, hogy mondjam, hogy nem beszél, hanem csak így el van magával, hogy így hosszan így mered maga elé, és esetleg kommentálja azt, ami éppen történik, de nem hoz fel semmi témát. Azt nézem, az mi? Valami adótorony, de szerintem ott azt nem lehet. Pont a tükör mögödben, várja, ott van egy adótorony, de úgy látom, nincs épület alatta, nem csak egy torony. Jó, úgy nem hoz fel ilyen külső témákat, meg nem beszél semmiről, nem tudom. Gondolom társaságban lehet, hogy ők is mások, csak lehet, hogy feszélyezi őket a kamera, meg ugye a mikrofon. Nem úgyis sokat beszélek társaságban is, meg így nem vagyok az a visszahúzódó típus. Hallod? Jó, mikor van egy épület? Kiszúrták a szemünket egy busz megállva. Egyébként olyan, úgy húz jobbra ez az autó, mint az állat. Figyelj! Nem is, most nem kanyarodok is. Végigköveti az ívet, és még ráadásul meg el is fordul jobbra, gondolom. Lehet, hogy ez még kopott a gumi, vagy nem tudom, mitől van. Egyébként az egy kicsit fura, ugye, hogy minden egyének ugyanolyan kereke van. Pont! De pont ide jel elé, macsony. Na, ott egy épület végre. Ott szerintem a feketi. Jó, üzemanyagunk meg minden van.
kell szereznünk egy ladát, meg kell szereznünk egy V8-as motort. A V8-as motort szerintem azt ide fel tudom dobni platóra, hogyha találok egy V8-as járgát, nem azzal megyek. Nekünk egy V8-as motor kell. Bár aztán, hogyha már... Nekünk egy V8-as motor kell. Ennyi. Nem jármű. Az mi az? Óriás plakát? Mi az a nagy fekete kocka? Az valami garázs legyen? Valami legyen. Legyen egy Lada Kosti, meg egy V8-as jármű. Aztán meg vagyunk elég. Mi az a nagy valami? Daily Bar Brick. Hoppa, mi az utánfutó, bazzeg. Izé, ó, jaj. Egy utánfutó, ki van itt a dobót, van egy babetta. Itt megint, ezzel nem sokra megyünk ezzel a helyen, én már most látom. Ugye? Na, és ezzel a váltóval, amint látjátok, most már nem izé. Most már nem vagyunk túl terhelve, úgymond, vagy mit akarok mondani. Bobsli? Nincs már valami? Olaj. Össze-vissza van öntözve mindenbe minden. Van egy rekesz. Ez a bebettához lenne jó. Kaja. Ja, ugye lehetne enni is, de most én azt nem akartam azt. Hoppa, ez biztos, hogy a Cadillac-nek az ajtaja, az első ajtaja. Figyelj, ez tök jó. Ez jó nagy. Milyen a belsője? Remélem, hogy bőr. Ó, olyasmi. Na, izéltem mondom, steppet bőr, az a király. Ez meg valami keverék. Ebben mi van? Olaj. És ilyen piciket minek vigyek magammal, hiszen ez mi? Valaminek a hátsó ülése. Még amit nincsen. Kolbász van, meg vízbob. Jó, hát annyira nem nagyon kell innen semmi, úgy látom. Ha tetőt megnézzük meg. Jó, hát sok értelme nem volt ide jönni. Az igen. Ugrottam egy gyerekek, majdnem beugrottam az alá. Ja, hiszen van lét, amit ugrálok. Jó, hát sok minden nincs itt. Sőt. Egy festék van, egy kék, azt te viszem. Bevertük oda. Ez mi? Ez mi? Egy szalonna, öcsém. Egy kolozsvári szalonna, beszarsz. Na, aludjunk egyet. Ugorja már le. Na, végül, ugye? Alszunk. Eső alva. hogy jött ki neki az eső alva? Mi? Rain? Sleeping, nem ennyi? Nem tudom mire. Eső. Mi lehet angolul, hogy eső alva akar kijönni neki? Jó, mehetünk is. Hát, kiszúrták a szemünket egy ilyennel. Úgyhogy ez nem volt egy nagy üzlet. Jó, megyünk tovább. Mit szereztünk? Egy festéket. Csak ugye majd valami egyszínűre kéne festeni azért a ladát. Eddig még nem vagyunk egy nagyon szerencsések, de egyébként kéne nézni jobbra-balra is, mert ugye nem biztos, hogy épület az csak az út mellett van. Ezt már tapasztaltok régebben is. Mennyit megyünk? Egyébként egy szállat szépen elvigyorok. Meg 2:20-as óra? Itt valami nem stimmel, gyerekek. Ez az óra csak most tudja, hogy nem a sima 1-6D-be vagy 1-3D-be való. Ez az óracsoport, ez valami GTI-be, vagy nem tudom mibe volt. Egyébként a GTI Golfnak ugye... sokan... Sokan nem nagyon vannak tisztában, hogy az egyes GTI Golf az miért lett klasszikus. Meg miért kultikus, inkább úgy mondom, miért kultikus tárgy lett. Ugye amikor megjelent az egyes GTI Golf, akkor... Főleg Európában... Nem nagyon volt olyan autó, amelyik nem prémium kategóriás lett volna, és felvette volna vele versenyt, mert ugye természetesen voltak a különböző Ferrari-k, meg a Jaguarok, a prémium márkák, amik ugye gyorsabban voltak, de a nagy közönségnek elérhető olyan sportos, gyors autó, nem nagyon létezett, amit tényleg szinte bárki meg tudod venni. És ugye ahhoz képest, hogy nem egy olyan hatalmas nagy motorral gyártották, de a kicsi kasznihoz képest ugye soha nem azt számít, főleg gyorsulásba, hogy hány lóerős a gyármű, hanem az, hogy a lóerő és a súly viszonya. Ez nagyon fontos, ezt aki nem tudja, ezt aluljátok meg, hogy soha nem azt nézzétek, hogy jó, mondjuk
Mondjuk, teszem azt mondjuk, hogyha van egy 1000 lóerős autó, ami 2000 kg, az gyorsulásra nagy valószínűsége, most az ilyen tapadási egyedhatókat, meg mindent azt hagyjuk, felejtsük el, de mondjuk, ha van egy 1000 lóerős autód, ami 2000 kilós, és van egy 500 lóerős autód, ami 1000 kilós, akkor valószínűleg ugyanolyan gyorsulást fognak elérni, pedig az egyik az csak 500 lóerős. Ha? Úgyhogy ebben nagyon fontos ebbe belegondolni, plusz, hogyha már tovább megyünk, és az 1000 lóerőst és az 500 lóerőst, akkor megint ugye felhozzuk, hogy az 500 lóerős az 1000 kiló, az 1000 lóerős az meg 2000 kiló, dupla annyi. Ha már nem egy gyorsulást nézünk, hanem mondjuk egy technikásabb pályát, vagy pedig közúton, ahol nem versenyzünk természetesen, mindenképpen az 500 lóerős fog jobb lenni. Mert ugye a kanyarba nem tudsz mit kezdeni, mindenképp a súlyt azt nem fogja kompenzálni a lóerőd a kanyarokba például, vagy amikor fékezned kell. Amikor fékezned kell, vagy a kanyarokat, azt úgy tudod gyorsan venni, úgy tudsz könnyen lassulni, hogyha kicsi a súlya az autónak. Úgyhogy egy technikásabb pályán az 500 lóerős autó simán meg fogja venni az 1000 lóerős autódat. Mivel dupla olyan tömege van az 1000 lóerősnek. Úgyhogy soha nem az számít, hogy egy autónak hány lóerős, hanem a súly nagyon-nagyon, az legalább annyira fontos, mint a... Ugye például vannak ezek az új BMW-k, ugye a régi BMW-k az E30-as M3-asok, azok is egy kultikus tárgyak, például pedig közelében nincsenek lóerőbe a mostani mondjuk egy M4 Competition-nek, mégis azok még mindig talán még egy versenypályán is meg fogják verni az M4-es Competition, nem 100%, de mivel ott még sokkal könnyebbek voltak az autók. Például néztem nem olyan régen az M4 Competitionnek, talán a 2021-esnek egy ilyen tesztjét, és az a baj, hogy oké, hogy nem is tudom, valami 600 ló körül mozog, de olyan nehéz, hogy ugye a jó fékekkel, meg a jó lengéscsillapítókkal lehet maszkolni a tömeget, de akkor is az a tömeg ott van a kanyarokban, ott van az a tömeg. Ugye az annak tehetetlenségi ereje sokkal nagyobb, mint egy könnyebb autónak a kanyarokban, a fékezéskor. Arról nem is beszélve, hogy a gyorsulásnál is ugye nagyon sok, mondjuk úgy időzőjeles lóerőt elvesz az, hogyha egy nagyobb tömeget kell mozgatnia. Úgyhogy ez nagyon fontos. Úgyhogy a GTI Golfnak az egyik nagy előnye az volt, hogy iszonyatosan könnyű volt, ugye az egyes Golfnak, meg még ráadásul olcsó volt. Igaz, hogy nem is tudom, talán valami 105 lóerő, 110 lóerős volt az első GTI 1-es Golf, vagy talán még annyi sem, ilyen 100 lóerő körül volt, ami manapság ugye egyáltalán nem mondható soknak, a legátlagabb autóban is 100 lóerő az benne van, csak egy iszonyatosan kicsi kaszni, meg ugye ebbe a környezetbe kell vizsgálni, ami akkor volt, ugye milyen autókkal találkozhatott akkor. Kelet-Európában például ugye a Zsigulikkal, meg a nem is volt olyan autó, amit gyakorlatilag nem nyomta volna le. A Nyugat-Európában meg esetleg, miket ilyen régebbi Renault-k, vagy pedig ugye akkor még az autóipar Angliában virágzott, ugye a Mini, azokat is megverte. Úgyhogy igen, saját időzónájába kell ezeket vizsgálni. Úgy szerintem nekem volt GTI 3-as Golfom, ugye, ami azt hiszem 116 lóerő. 116 lóerő volt. És a GTI 3-as Golf is viszonylag egy könnyű, mert ugye ott még nem nagyon sok elektronika volt. Voltak aszni, benne voltak az ülések, mindjárt közben mondom, csak akkor lutolunk, és akkor GTI 3-as Golf, itt tartunk, jó? Erről is beszélgetünk egy kicsit. Mert arról tudok beszélni, mert GTI 3-as Golfom az volt. Nézzük, hát itt sincs jármű, úgyhogy... Cső, mekkora szikla, bazd. Ezt nem tudom, ezt szokta Bálint mondani, hogy hogy kell felugrani a tetőre, azóta se jöttem rá. Bár igazából, ne szórakozzál, van AK. Van AK, 46-as, ne csórakodj el. Jó, azt lősz erre. De jó, nem is tudtam, hogy van a játékban AK, 47-as. Jó, akkor... Ez mi? Ritzám tábla, igaz?
Jó, hát igazából sok minden nincs itt, nem is nagyon vizsgálódok, mert szerintem olyan dolog amúgy sincs, ami kell, ahogy látom. Mert leginkább ugye tudod, hogy mi kellene, én is tudom, motor vagy pedig egy Lada kaszni, egyik sincs. Közben akkor tudom mondani nektek a 3-as Golf GTI. Na, mibe különbözik egy régebbi típusú autó, és miért tűnik soknak a lóerő, ami az újabb típusú autókban van, a régi típusú autóhoz, és közben nem is volt olyan rossz menet tulajdonságai egy régebbi autónak. Ugye, ha megnézzük egy 3-as Golf GTI-t, ami nekem volt, az maga 116 lóerőjével, vagy 127, nem is tudom, nem, ugye a mai szemben egyáltalán nem tűnik soknak egy 120-130 lóerős autó, viszont azokban az autókban még nem volt full elektronika. Azok az autók úgy néztek ki kb. Még a 3-as Golf is úgy néz ki, mint egy 1-es Golf. Mint amivel most megyünk. Hogy természetesen zárt kivitellen nem platós. Annyi, hogy volt egy kaszni, voltak ilyen belül ilyen műanyagbetétek, voltak ülések, motor térben meg benne volt a motor. De úgy, hogy úgy láttál mindent, beleraktak egy motor. Meg alatta volt a futom ilyen szögegyszerűen. Nem volt elektronika, nem volt komputer, nem volt zajcsillapítás, nem volt klíma, például enyémben nem elektromos ablak az volt, de egy csomó minden, ami most már ugye alapfelszereltsége járművekben, különböző holtérfigyelők, a mindenféle szenzorok, meg annak az elektronikája, meg tényleg a rengeteg zajcsillapítás, sokkal biztonságosabbak a légzsákok, a minden szemét ugye meg van ragva, azok sok súlyt eredményeznek. Egy GTI 3-as Golf mondjuk, tudom, 1000 kiló. Talán 1000 kiló. Mondjuk egy 7-es GTI Golf, az meg mondjuk legyen 1700. És akkor ugye már belegondolsz, hogy majdnem duplája, nem duplája, de ott már ugye azt, hogy a GTI 3-as Golfnak a teljesítményét akarjuk színbe hozni, azzal akarunk színbe lenni, akkor minimum hány százalékos emelkedés, ha nem is 100%-os lóerő emelkedés, de egy olyan jó 60%-os lóerő emelkedést kell produkálnunk ahhoz, hogy pont egy meccsbe legyen, mivel sokkal nehezebb ugye már mondjuk a 7-es GTI Golf. Pontos számokat nem tudok, úgyhogy ha nem pontosan mondom, akkor de az a lényeg, hogy arányaiba annyiban kell növelni a lóerőt, amennyivel a súlyt, vagy különben nem lesz ugyanaz a menet teljesítmény, az a dinamika az autónál. Tehát akkor minimum 200 lóerő fölé kell hozni a 7-es GTI Golfot ahhoz, hogy pont ugyanolyan erősnek tűnjön a 3-as GTI Golfhoz képest, mert az még nagyon sokkal inkább könnyű volt. Úgyhogy látjátok, hogy miért tűnik kevésnek egy régebbi autónak például a lóerőszáma, és iszonyatosan jó eredményeket produkáltak vele, mind gyorsulásba is, mind pedig a menet karakterisztikája is sokkal tök jók voltak nekik ilyen kicsi motorokkal. Ja, és onnan indultunk ki, hogy soha nem azt vizsgáljuk, hogy hány lóerős az autó, hanem az, hogy hány kilós, az is nagyon-nagyon fontos. És például az M4 Competition, arról tudom, hogy megnéztem több kritikát róla, és mindenhol azt mondták, hogy nem jó. Már nem jó, mert nem jó, mert már nehéz. Már nem adja vissza azt a vezetési élményt például, mint egy régebbi M3-as például. Tudom, hogy az M4-es egy számmal nagyobb is, de ott már az van, hogy a tipikus ilyen szerpentines kis jó kis autózáshoz már erős, oké, lehet vele driftelni, meg lehet rugatni körbe a körforgalomba, meg ilyesmi, de aki igazán ilyen sportos vezetési stílust, meg ilyen kis nagyon jó íven autózást szeretnél, akkor nem négyes, az már kompetis, az újjak, azok már tudom, hogy az meg nem is régóta van, de azok már nem annyira jók. Inkább jobb vezetési élményt adtak a régebbi, például az E30-ok, meg esetleg az E36-ok, az M3-asok például. Igen. Hát meg ott van példára is egyébként nagyon jó, hogy én majdnem 100% biztos vagyok benne, majd megnézek ilyen YouTube videót, biztos van róla, egy 2-es GTI Golfot, összemérnének egy sok száz lóerős, vagy egy 1-es GTI Golfot is akár, összemérnének egy ilyen technikás pályán,
mint például a Hungaroring vagy akármelyik, összemérnének egy amerikai Musclecarral, ami több száz lóerő, és szerintem biztos, hogy egy ilyen GT Golf elverni, hiába a sok száz lóerő, ha egyszer hatalmas tömeggel, például az amerikai Musclecarok ugye ahhoz képest, hogy ott azok is elég egyszerű felépítmények voltak, viszont ott azért jelentősen sokkal nagyobb tömeggel rendelkeztek az európai autókhoz képest. Például ugye nem véletlenül váltak híressé, és nem véletlenül szerették az amerikaiak az európai kicsi olasz és angol autókat, ugye a II. Világháború után nem véletlenül hordták ki. Nem véletlenül ugye a németeket, például a Porsche-kat imádták, meg ugye a különböző angol autókat, meg az olasz autókat. Ugye hatalmas piacuk lett Amerikában, mert jók hatalmas, nagy V8-akkal rendelkező amerikai Musclecarok, azok nagyon szuperek, meg az amerikai utaknak, amikor ilyen akár több ezer kilométert kell végigszántani a nyílegyenes úton, tök jó. De hogyha ilyen élmény autózást, vagy ilyen versenyeken, ugye nem a legideálisabb, mivel esetlenek nagyok. És egy kicsi, kis tömegű sportkocsi, főleg amik voltak régen ugye a Porsche-k is, és nem a 911-esre gondolok, hanem az előtte lévő szériákra, amik iszonyatosan könnyűek voltak, még 911-es is egyébként utána, de azok nagyon-nagyon jól vezethetőek voltak. Az, hogyha kicsi tömege van egy autón, nem véletlenül egy gokárt. Ha megfigyelitek, van egy olyan műsor, hogy Lap Timing, van egy olyan csatorna Magyarországon, és az van, hogy mindenféle autót próbálnak ki, és ugyanazon azt hiszem kakucsringen tesztelik őket, és nem a sok száz, meg majdnem ezer lóerős autók azok, amik ott jó helyen vannak. Az a lényeg, már leteszteltek több száz autót. És minden egyének fölírják az időeredményét. És a legelső helyen, legelső helyen, Kakucsringen, ott nézzétek meg azt a lap timingot, jó, mindig mindenféle Suzuki Wagonertől elkezdve akármilyen autót mindenféle tesztelnek, és mindig összemérik az időeredményeket, hogy melyik a legelső, és a sok-sok-sok száz autóból a legelső az egy gokart. És nem azért, mert sok száz lóerős, hanem azért, mert könnyű. Ez, mert könnyű. A második autó azt hiszem ez a, nem tudom, azt hiszem a második ez a Kit Car, amelyik, ez milyen épület. Volt egy Kit Car, Győrbe csinálják az Audi támogatásával, nem tudom, nem forma autó, hanem az alatt valahol, de az is ugye ilyen nagyon könnyű, szóval igen, és az ilyen könnyű bespónultál a busz. Az ilyen nagyon könnyű autók azok viszik el a egy Trabant, azt látom, itt egyébként több autó igen szokott lenni, de most úgy látom, hogy nincs szerencsém. Na, álljunk le, nézzünk körül, üzemanyag ilyesmi. A retyegnek a békák gyerekek. Egyébként nem is néz ki csúnyán ez a játék. Én ezt a motion blot kapcsoltam ki, a füvet, meg ezt van ez a blue effect, az nekem nem tetszik. És jó, ezt az olajat elvisszük. Szóval, ja, bocs, hogy ilyenekről beszélek, de gondoltam, ez egy olyan játék, ami mellett lehet beszélgetni. Vannak olyan játékok, ami nagyon-nagyon nagy figyelmet igényelnek, ezek meg ilyen vezetés közben stricni, az jó. Ide rakom, így a sötét lesz az a baj, ide utálom. Nincsen izé zseblámpa egyébként ebben a játékban? Van, csak akkor lehet, hogy nem tudsz más cipelni, mi? Ebben mi van? Benzin? Itt van minden, mint a bocsúba. Ja, bocs, hogy ilyen off-topic a dolog. Valamennyire autós játék, úgyhogy nem off-topic. De tudom, hogy nagyon sok fiatalabb nézőm is nézi ezeket a videókat, és arra gondoltam, hogy akkor már valami tanítási szándékot beleviszek. Úgy tanítani, nem okoskodni szeretnék, hanem lehet, hogy ugye még főleg én is fiatalabb koromban arra gondoltam, főleg mikor az autós kártya, ez mi a szar? Ez meg mi? Ja, ez a zenélő hülyeség. Hája, van üzény. Külső villany, bár egy belső villany van. Én is arra gondoltam régen, hogy
Kéne aludni egyet, nem? Nem, nem hiszem, hogy van más itt. Trabin kívül más nincs. Alszunk egyet. Régen én is szerintem úgy gondolkoztam, amikor kicsit kisebb voltam, meg fiatalabb, hogy fú, a lóerő. Persze nagyon fontos egyértelműen a lóerő, de nem csak az a fontos. Mondjuk egy rally autónál se ez a lényeg, ugye, hogy pedig azért van pénz lóvére, hogy úgy mondjam. Az a lényeg, hogy 1000 lóerő legyen, hanem az a lényeg, hogy hú, nagyon érdekes volt, múltkor volt ez a rally világbajnokságon volt ez a norvég rész, ahol ilyen dupla pályán mennek autók, és ott lepróbálták a régi B-gruppos, fölpakoltam a platóra mindent fel szerintem, a B-gruppos rally autót, az Audi Quattro-t, azt a S1 Quattro-t, és van ez a elektromos 1000 vagy 1100 lóerős rally autó, ez a, nem tudom még, most nem fogom tudni megmondani a nevét, valamilyen X. És a B-gruppos 30 éves Audi Quattro-t, egy 70-valahány éves volt rally világbajnok, és most fogyott ki az üzemanyagunk, ugye? Jó, nem baj. Van mind. Nem, ufó, bazze! Ufó! Egy 70 éves rally világbajnok vezette, és az volt a nagyon érdekes benne, hogy megnyerte! Lenyomta azt az lóerős járművet. Na mennyi ufó, mert nem tudok közé. Még jó, hogy nem dombom fölfele, hogy gurulni azért tudok. Lenyomta a 30 éves autóval, 40 éve, vagy a 70 éves pilótájával azt a elektromos, nagyon spéci, high-tech rally kocsit, és jó volt. És egy kicsit olyan, tudom, hogy már jön az elektromos autókorszak, az elkerülhetetlen, meg sokan vannak ennek ellenlábasai, én nem vagyok, pedig nagyon szeretem a benzingőzös járműveket, vagy pedig akár dízel is. Jön az elektromos autókorszak, és ez a jövő. Ezt nem lehet megállítani, és ez nem is szabad így ellenlábaskodni, meg nem szabad bele tokosodni abba, hogy igenis, mert a benzin az jobb. Nem jobb. Nem jobb, mert régen is volt ilyen, amikor váltás történt, ugye a gőzmozdony után jöttek a robbanómotoros belső égésű motorok, akkor a gőzmozdony előtt volt a ló, akkor ennyi erővel még mindig lóval járnánk, hogyha csak a nosztalgia vezérelni az embereket, és az, hogy meg nagyon betokosodna a társadalom. Természetesen a ló után sokkal jobb volt a gőzerő. A gőzerő után sokkal jobb volt ugye a belső égésű motorok, és a belső égésű motorok után sokkal hatékonyak, sokkal jobbak az elektromos motorok. Hatékonyabb, nincs bemozgó alkatrész. Figyeljetek, ez olyan, mint a számítástechnika, hogyha még mindig mondjuk a mágnes szalagra, tudjátok, az a nagy mágnes szalagra rögzítenünk, az is jó volt akkor persze, csak hatékonyabb mondjuk egy SSD, gyorsabb, nincs mozgó alkatrész, ami nagyon fontos egy szerkezetben, hogy minél egyszerűbb legyen, és az elektromos motor annál egyszerűbb, szögegyszerűbb nincsen. Egy darab motor, meg egy darab inverter, meg az aksi, ennyi. Ugye képzeld el, hogy egy robbanó motorban mennyi a szelepek, a különböző csapágya, a himbák, a tugattyúk, a gyűrűk, hengerfejbe mennyi minden, akkor kell oda folyadék, hűtőfolyadék, kell olaj, mennyi iszonyat sok alkatrész kell. És egyébként a leginkább reprezentatív, hogy mennyire költséghatékony egy elektromos autó, nagyon rákoptak a taxik. És nagyon sok olyan taxissal találkoztam, aki azt mondta, hogy 200 ezer kilométer, és nem kell semmit csinálnod. És képzeld el, mondjuk van egy tesztás taxis, aki 200 ezer kilométerig nem csinál semmit az autójával. Azon kívül, hogy tudom én, még fékbetétet se kell cserélni, mert úgy van megoldva, ugye, hogy a tesóm is, bátyám is egy elektromos autót vett, és ő is úgy van vele, hogy az első két napban így nézi, rostás a fék.
féktárcsa. És akkor így utána nézett. Miért? Hát azért, mert ugye a visszatöltést használja a fékezéshez a mindig szinte az autója. Attól ugye tudod állítani, hogy mennyire használja azt. Viszont csak ilyen végfékezésnél használja a féktárcsát szinte, az ilyen intenzívebb fékezésnél. És ő neki például az első 2-3 napig mászkált, és nem használta a féktárcsát. Az is ilyen 200.000 km. Nincs olajcseréd. Mondjuk egy 200.000-es intervallumot, abba esetleg cserélsz egy fékbetétet. Más nem. Az olyan dolgokat ne vegyük, hogy mit elromlott az ablak törlő, mert a másikba is elromlik. Az nem reprezentatív az a felmérés, hogyha ilyeneket belesorolunk, ilyen random dolgokat tudod, hogy megkorcolódik, adjuk már ezt. Ami kell egy elektromos autón, mondjuk 200.000-ként fékbetét, oké? Egy. Nulla költség. Arról nem is beszélve, hogy sokkal olcsóbb a tankolás, még ha ott volt tankolod, akkor is, ha meg kirakod, még mindig vannak ezek a, azt hiszem, áruházaknál, ugye még mindig ingyenes a töltés. Mondjuk még üzemanyagot se kell költened, nem költesz üzemanyagra se 200.000 kilométerig. A simán megoldja egy taxis, aki a városba futkozik, higgyétek el. Tesóm is egyébként mindig a Penny mellett lakik, beszokta oda rakni, azt föltölti, azt 2 hétig elfutkozik vele. A városon belül természetesen. Meg ugye a városon belül nagyon sokat tölt vissza, autópályán nem annyira jó kell. Mert a városon belül sokat fékezel, akkor sokat tölt vissza. Zalai dombság. Mondta, hogy volt olyan, hogy fölment a hegyre, lejött, többen volt az aksi töltése, mint amin elindult, mert egész végig fékeztette lefele, és majd fékezni kellett, nem azért, hogy most visszatelném, fékezett neki vissza, és akkor töltötte az aksi. A városon belül jó a visszatöltés. Akkor vessük ezzel, van egy taxis, ami 200.000 km alatt szinte nulla üzemanyagot használ, meg kiszámolt egyébként, ha ott volt töltő, akkor is ilyen 1-2 liter fogyasztás jön neki ki, majd ha ott itt konnektorról tölti, mert azt is ugye megoldható, de nem úgy szokta. Szóval akkor van egy taxisunk, aki 200.000 km alatt cserélt fékbetétet. Más ilyen izét ne vegyük, mert ugye mind a két autóba kopad. A másik autós 200.000 km alatt biztos, hogy egyszer cserél vezérlést. Ami azért egy átlag autónál is minimum az 50.000, de inkább a 100.000 biztos, hogy súrolja. Jó. Vezérlést. Olajcsere. Megyük 10.000 km-enként 200. 20 darab olajcsere. 20 darab olajcserét megállt a robbanomotoros autós, amíg a másik ugye összesen cserélt egy fékbetétet. A 20 darab olajcserét azért számolt ki, hogy az mennyibe kerül. Alsó hangon szerintem egy 15-20.000 forintba biztos, és ott lesz egy ladánk. 15-20.000 forintba belekerül, akkor szorosz fel 20-szal, hogy az mennyibe kerül, félmilliós tétel. Akkor az üzemanyagról meg ne is beszéljük. Nem, az egy skoda. Az üzemanyagról meg ne is beszéljük. Úgyhogy hatékonyabb. Tudom, mindenki jön ezzel, hogy jaj, mert a izéről töltik a itt tudom én, a kőolajtüzelésű, meg a széntüzelési erőműről, és miért, amikor te égeted el a benzint, mennyivel jobb, nem, mennyivel jobb az, hogy te benzintankolsz? Mivel jobb? Az, hogy te tüzeled el az autódba azt azt a cuccot, azt a kőolajat, nem az üzembe égetik el, hanem, és te kapod az elektromos áramot, hanem te tüzeled el az autódban. Jobbnak, nem jobb az semmilyen formában a robbanó motoros autó, nem látok már előnyét. Pár éve ezelőtt meg láttam, már nem. Főleg amióta vannak a superchargerek, mert ugye az is volt a téma, hogy jaj, mert oda megyek a tankot, megtankolok 10 perc alatt, és akkor mehetek tovább. És már van superchargerek, mit tudom, Teslának van, a csomó autó már tudtak gyors töltést, ami nem ilyen nagyon minimálon töltött fel, hanem mit tudom én, be tudsz nyomni több száz kilométernyi töltöttséget akár egy 15-20 perc alatt, amint megiszol egy kávét, vagy amit akarsz, érted. Most már ez se, és ez mind fejlődik, egyre nagyon gyorsan fog ez fejlődni. Ugye az belső égési motoroknak a fejlődés az már szinte nem tud hova fejlődni. Az volt rá 100 éve,
Eddig eljutottunk, már nagyon-nagyon kifinomult minden, de innen már nincsen tovább, nincs. Nem tudsz, ez olyan, mint hogy nem tudom, mint hogy egy magos processzort próbálnál még fejleszteni, próbálod, de már elvesznek, elfogynak a lehetőségeid. Az elektromos autók, azok meg most az akkumulátor technológia, az rohamosan fejlődik, a töltés rohamosan fejlődik, a motor az szögegyszerű, egy belső égésű autóhoz képest. El kell fogadni, hogy ez a jövő. Ezzel nem lehet tenni, attól még lesznek természetesen, ugyanúgy, ahogy lovagol az ember még hobbi szinten, ugyanúgy, ahogy kőzgépek vannak különböző helyeken, ugyanúgy meg fog maradni az, nem lesz az, hogy el fog tűnni teljesen, de egy idő után mindenképp egy réteg fog csak ezzel foglalkozni, és ezzel nincsen semmi baj, szerintem. Nem szabad annyira a múltba élni, pedig én tényleg szeretem az autókat, meg volt. Tényleg, csak azért vettem olyan autót, ami kívülről, ami, tudom én, 37 éves volt, vagy 37 éves volt, 34 éves volt a kettes Golfom, amikor megvettem, és imádtam, de nem szabad így ennyire bele mélyedni a múltba, akik annyira így védik ezeket a robbanomotoros járműveket. Én is szeretem őket, nincs az a semmi, vagy nem fog eltűnni, nem fog meghalni, nem kell ettől félni. Na viszont itt nem találtok meg, én úgyhogy rengeteget beszéltem, nem tudom, majd írjátok meg, hogy szeretnétek-e ilyen kis ezt futtatásokat, meg ilyen filózásokat így a gameplaybe. Szerintem egy kicsit, és írjatok nyugodtan véleményeket, hogy te az vagy, aki nagyon véded a benzinemus, benzin, vagy a robbanó, belső égésű motorral rendelkező autókat, járműveket, akkor nyugodtan írd meg. Én is szeretem őket, nem vagyok ellene, de nem is vetem meg a jövőt soha. Ez olyan, mint hogy a számítástechnikában kijönne egy olyan dolog, ami sokkal gyorsabb ezt tőle a számítógépet, érted? Kitalálnának a videokártyát helyett, mondjuk kitalálnának egy másik olyan dolgot, egy videokártya, csak teljesen máshogy működik, csak mondjuk tízszer olyan gyors lesz az a gépet tőle. Nem fogod elítélni, hogy ahol nekem nem kell, mert én szeretem a régi technológiát, érted? Nem, ez nem így működik. Volt egy jó korszak, meg is maradnak a járművek természetesen, most is vannak 40 éves járművek, meg vannak 100 éves autók még, amik járnak, vagy nem járnak az úton, de működnek, és vannak, akik szeretik ezeket, attól még nem kell eldobni ezt az egészet. Nem úgy van, hogy van itt egy vonal, és akkor innentől megszűnik, akkor bezúzzák az összes autót, meg lesznek, ott lesznek a kettes golfok, ott lesznek a kultikus 60 éves, 80 éves autók, de van egy jobb technológia, ami jobban fog működni, fejlődni fog, még ennél sokkal inkább, akkor azt meg használni kell. Ezt nem szabad ezt eldobni. Akkor tényleg ez nyerővel, akkor gőzgépekkel járnak, meg lovakon, nem? Meg szekérem, mert jött a robbanomotoros, és úristen, ne, úristen, ó, mi? Nem szabad ilyet csinálni, hogy robbanomotoros autó, hú. Régen is ezt tovább kell lépni, akkor is régen is voltak ellenlábasai a technika fejlődésének. Nem lehet vele mit csinálni. Úgyhogy után rájön mindenki, ahogy főleg még jobban ki fog forni. Na, ennek egy külön videót kellett volna szentelni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, csácsomit, csörtészta, kezeket a poplan fölé, éljenek a csajok!